öntudatosan kiállunk a polgári értékek, és mint legfőbb polgári érték a szabad sajtó, a szabad nyilvánosság mellett. És azt gondoltuk, hogy valamit a szerény eszközeinkkel csinálni kell, hogy Magyarországon is legyen egy olyan hang, ami felszólal azen a gyakorlatilag mészárlás ellen, amit a Assad csapatai, a Hezbollah, az irániak orosz támogatással végeznek Aleppóban. Én örülök, hogy eljöttek az emberek, és kifejezték azt, hogy kiállnak az emberség mellett, és kiállnak azok mellett, az emberek mellett, akik most Aleppóban mindenféle ellátás nélkül még mindig arra várnak, hogy ebből a földi pokolból el tudjanak menni. Grozny városához hasonlóan hazánkat, Szíriát a földdel teszik egyenlővé. Békés demonstrációnk fő célja, hogy az orosz hadsereg vonja ki csapatait Szíriából, hogy az értelmetlen pusztítások, vérengzések, borzasztó mészárlások véget érhessenek, és kárbótolják a szíriai népet, a megtört és megszenvedett lakosságot. Jelezni kívánjuk, hogy a lengyelek és a magyarok történelmi együttműködése az nagyon nem Orbán és Kaczynszki együttműködése. A szabad sajtó, a szabad nyilvánosság, a polgárságnak olyan értéke, ami nem hiányzik sem az elitnek, sem a tömegnek. Az elit nem akar szabad sajtót. Szabad bulvárt akar. A tömeg meg azt se tudja, mi a különbség a szabad sajtó és a bulvár között. Következő választásokon az ellenzék egyetlen egy jelöltet indít a kormánypárti jelölttel szemben. A legjobb lenne, hogyha ez az egyetlen jelölt nem is politikus lenne, hanem civil. Ezzel az egyetlen jelölttel mindenhol helyileg meg lehet nyerni a választást és le lehet győzni Orbánt. De nem azért, hogy 4 éven keresztül hatalmon legyünk, uralkodjunk, vagyunk ki akárkik is, hanem azért, hogy 2 ponton változtassunk a jelenlegi működésen. Az egyik új választójogi törvény, melynek jegyében többé nem lejt a pálya a kormánypártok felé. A második Polt Péter leváltása, új legfőbb ügyész kinevezése, és egy átfogó korrupció ellenes ügyészségi munkának az elkezdése. Majd ezt követően a taktikai szövetség feloszlik, a parlament feloszlatja magát, és már az új szabályokkal kiírja az új választást, amit akár meg is nyerhet a Fidesz. Mert nem hatalmat akarunk, csak korrekt játékszabályokat. Ez a különbség köztünk és köztük.